egy morzsa leckéből. Szegedi Kovács György verse. Rossz vonat. Azt gondoltam, elakadt az öltönyöm valamiben. Persze, csak te kaptál el hátulról. Hova sietsz, barátom? Állj meg egy szóra. Dolgom van, mondtam. Azért mondjad. Van-e olyan vonat, amire ha felszállunk, többé nem áll meg soha? Van, de az rossz vonat. Arról még át kell szállni a jóra. Nekem megfelel. De tudod, mozgó vonatról, s felhúzott szemöldököt, a remény vesztett messzeséget fürkészte, azt a jéghideg hazugot. Ilyen ez a közönyös naptári tél, ilyen érzéktelen, hogy szüntelen fölmenti magát a vágyott irgalom alól. Negatív elektronjaink miért taszítanak mindenkit? A Balaton fölötti alkonyi párában jajgat a csönd. A kereszt alakú szemafor hangtalan billen. Hamarosan jön a vonat. Kinek átszállás, kinek felszállás. Jegyünk M, E, G, V, A, L, T, V, A. Csupa nagybetűs, megváltva, átlyukasztva, örök időre érvényesítve a nagy utazást. Viszontlátásra a vonaton, barátom. Mert Jézus a szívembe jött.
Még egy hirdetni valóban, közben nem született valaki, hanem most értesültem róla, hogy született valaki ezen a héten, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntjük Horváth Izabellát, aki ezen a héten töltötte a születésnapját, és Isten áldását kívánjuk életedre, nem is tudom merre látunk, itt vagy. Pont arra gondoltam, hogy azt mondtad, hogy nem született senki, de lehet, hogy érdemes ezt lecsekkelni ilyenkor. És már is megérkezett a válasz, hogy ez így van. Először a gyerekeknek szeretnék egy történetet mondani, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Van valahol szeretnék a otthon, anyával, akinek van tesója, családdal, játékokat játszani. Szóval szoktatok-e játékot játszani, ilyen közös, vagy amikor összegyűlik a kutyok benne az elem? Nem mozgatom. Nos, tehát, hogy szoktatok-e játékot játszani otthon? Nem annyira? Nem tudom. Az én időmben emlékszem, hogy nagy divat volt ez, meg még most is sokszor a nagy gyerekekkel is játszunk. Mindenkinek megvannak a speciált. Vannak olyan játékok, amiket nem szabad elővenni, mert például tudok egyről, az úgyis Alexandra nyert. Tehát akármi történik, biztos, hogy sokkal gyorsabb, ügyesebb mindenkinél, és akkor ez mindenkinek megvan. Biztos, hogy puzzle, ismertek a puzzle-t, amit ki kell rakni, ilyen kirakós játékot. Autós és macis játékot említettél meg, hát az is jó. Na most, amit én mondok, ilyen puzzle, kirakós játékok, az nálunk otthon nagyon ment, amikor gyerekek kicsik voltak. Az Áron olyan ügyes volt benne, olyan szinten átlátta, hogy melyik darab hova illik, hogy volt olyan, hogy amikor a barátaink vettek egy puzzle-t, valami 1500 darabos, 2000 a még nagyobbat, és elakadtak, akkor mondták, hogy adjuk már kölcsön a gyereket egy délutánra, mert nem tudnak tovább lépni. És ő, ahogy megérkezett, le is filmezték, hogy fogta és már rakta. Tehát, hogy látod át, mikor most jöttél, mi meg itt órákig néztük, és nem haladtunk. Na, szóval vannak ilyen játékok, meg képességek, amivel szívesen haladunk, és az én történetem is ilyesmiről szól. Hogy volt egy család, ahol ilyen kirakós játékokat játszottak, ilyen puzzle-ek összerakásával foglalkoztak esténként, és nagyon ügyes volt már ebben a család, és az egyik, az apuka szokta általában intézni azt, hogy amikor már kirakták az egyik játékot, akkor mindig legyen valami utánpótlás, hozzon másikat. És most is hozott egy új játékot, vagy akár talán több dobozzal is a történet szerint, és leültek, és ők is ugyanoda jutottak, és a történetben nem volt Áron, hogy jöjjön, hogy tovább segítse őket, de egyszerűen nem haladtak tovább a játékkal. És nagy csodálkozásukra egyszer csak apuka észrevette, hogy mi volt a probléma. Mégpedig az, hogy az a doboz fedő, amit odahozott a játékhoz, az egy másik puzzle-ről való volt. Értitek? Tehát ki akartak rakni egy képet, de nem annak a darabjai voltak összerakva a dobozba. Hát ez így azért nehézen ment volna. Csodálkozta volna, bármedre is jutnak. Ha egy-kettő darabot össze nem illesztenek, az oké, mert látják, hogy összetartozik, de vajon ez a nagy képbe hova rakhatom? És én azt hiszem, hogy néha így el tudunk veszni a világban. Na most egy kicsit ilyen mosolyogtató, hogy jaj, hát ezt hogy követték el? Hogy történhetett, hogy másik dobozról nézik a képet, mást akarnak csinálni? De én azt hiszem, hogy ez kicsit a mi világunkat is szimbolizálja. Például azt, amikor az emberek az utcán, amikor beszélgetek velük, beszélnek Istenről, és megpróbálják összeilleszteni a képet, és én látom, hogy nem fog menni, mert valami mást szemlélnek, mint amit össze kellene rakni. Valami olyan darabok vannak náluk, amelyek nem illenek össze. De nem azért, mert azzal lenne probléma, akit szeretnének látni, hanem ahogy ők
felfogták ezt a képet. Aztán lehet olyan is, esetleg az életben, hogy én akarok mutatni valami másik képet magamról, és nem akarom elfogadni azt, ami van. Hányféle hibázási lehetőség van ebben? Hát számtalan. Hogy a kép és a valóság az valami mennyivel fedi át egymást. Mennyire torzítom azt a valóságot, ami van. Talán ez a mondat már kisebbeknek sok volt, de talán nagyobbaknak még oda helyezhető egy kis kockaként. Hogy azt nézzük, hogy amikor a jó Istenre gondolunk, akkor minél jobban egy valós kép táruljon a szemünk elé, amit a Biblia bemutat, amit Jézus Krisztus megmutatott. Hogy azokat a kockákat rakjuk mi össze az Istenről. Teljesen más valóság, mint amit ma az emberek Istenről mondanak. Az egy másik képről szól, nem a valódi. Hát erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm, hogy figyeltetek. Visszaülhettek nyugodtan anya mellé. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hadd mondjam el, hogy több szempontból is különleges nap van ma, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy az imahét indítása is a mai napra esik, de úgy néz ki, hogy lassan kezd kicsit rövid lenni a naptárunk ezzel az 52 szombattal, ha egy-egy programot, egy-egy gondolatot, egy-egy témát szeretnénk egy napra elővenni, akkor mint hogyha kevés lenne a szombatok száma. Ugyanis pont ugyanaz a generál konferencia, amelyik mondjuk az ima hetét is elindította a mai napra, egy érdekes napot hirdetett, ami nem más, mint a, hát angolul úgy hangzik, hogy a end it now, vagy magyarul azt mondhatnánk, hogy a, hogy az erőszakmentes kiemelt nap. Ez van ma a világon az adventista egyházban. Nem itt, nem egy másik helyen, hanem mindenhol. Megkérték a lelkészeket, hogy a mai napon ezzel foglalkozzunk. Megkérték a lelkészeket, hogy vegyük elő azt a fontos témát, amit megjelöl számunkra ez a gondolat. End it now, azaz most állítsunk meg valamit. Így hangzik ennek az egész mozgalomnak a jelmondata, és ez több osztálya is kapcsolódott a világegyházunknak. Például a női szolgálatoknak az osztálya, hiszen ha jobban végig gondoljuk, egy 20 milliós világegyházról beszélünk, biztos, hogy 20 millió taggal kapcsolatban nagyon sokféle benyomás, befolyás, élethelyzet az, ami a mögöttünk levő tapasztalatokban már összeállhatott. És ezek között nagyon sok sajnálatos és nehéz dolog is ott áll a háttérben. Isten ösvénye ahhoz a helyreállító munkához, amit ugye most itt úgy fordítottak, hogy a reziliencia felé, vagy mondhatnám azt, hogy a rugalmasság felé. Hány olyan helyzet volt, hogy mit is jelent a rugalmasság, meg annak a helyreállítása? Hogy valamit kimozdítok a helyéről, valami eltorzul, és valami visszaáll. Szeretném elolvasni alapigeként a Korintusbeliekhez írt 2. levél 4. fejezet 8.-9. versét, ami így hangzik számunkra. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Milyen fájdalmas szavakat olvastam ebbe a Biblia versbe fel. Gondoljuk végig. Nyomorgattatásról volt szó. Nem tudom, ki az, aki bármelyikre így önként jelentkezne, ha csak nem valamiféle olyan hajlama lenne, ami mondjuk egy szenvedést, egy fájdalmat kedvel, ami már önmagában egy pszichés betegség. Kétségeskedünk, nyomorgattatunk, kétségeskedünk, üldöztetünk,
tiportatunk. És akkor nézzük meg az új fordításba, hogy szólnak. Szorongatnak minket, kétségeskedünk, üldöznek minket, és letipornak minket. Hasonló gyökű szavakat találtam itt is. Vajon milyen dolgokról ír itt Pál apostol? Vajon lehet beszélni arról, hogy azok az emberek, akik akár a mai napon itt ülnek, mert tudjátok, mit tapasztaltam meg? Azt, hogy az Agatha Christie regényekben szokott olyasmi lenni, hogy egy történés, egy bűneset és egy egyéb kapcsán az idős néni elmondja, hogy ja, hát ez emlékeztet valamire engem. Vagy a mi falunkban volt egy személy, aki így és így csinált, és ez kísértetiesen olyan helyzet, mint az volt. Ugye, érezzük az áttétet ebben, tehát mondhatnánk azt, hogy biztosan a világegyházról szól mindaz, amiről a mai napon beszélünk, mert miről is fogok beszélni ma? Hogy lehet, hogy gyerekkorunkban bántalmazást szenvedtünk el. És én most annak örülök, hogy most egy nyíltsággal lehet erről a mai napon beszélni, remélem talán máskor is, de nevezzük nevén ma is a dolgokat. Hogy esetleg egy otthon elszenvedett erőszak élethosszig elkísér engem. Hogy olyan fájdalmak, megpróbáltatások, amelyek ennek a versnek a fényébe állíthatók, megtörténnek emberekkel. És azt hiszem, amikor így beszélek, hogy emberekkel, akkor tudom magamról, hogy megpróbálom egy kicsit eltávolítani így ezt a képet, de akár nyugodtan közel is engedhetem. Mert amikor erről beszélünk, akkor nem a 20 milliós világegyház olyan személyeiről beszélünk, akik valahol valamilyen távoli vidéken valaminek az áldozatául estek, hanem magunkról beszélünk. Akkor arról beszélünk, ami velem megtörtént, és ami veled megtörtént. És hogy olyan dolgok, amelyek nyomorgattatást jelentenek, szorongatást, eltiprást, ennek akármelyiknek lehetett a szenvedő alanya. És vajon milyen isteni terv készült arra, hogy az ember ilyeneket átélje? Mert nem ez volt az eredeti terv, hogy ezt egyet átélhetjük, és hogyha ha ezt átéljük, akkor vajon mi történik? Van-e következő lépés? Én azt hiszem, hogy olyan pszichés betegségek jelentek meg a mai napokon az emberek soraiban és közöttünk is így, amelyek esetleg teljesen visszavezethetők egy gyerekkori élményre, egy nehéz tapasztalásra. Biztosan mondtam már nektek azt a történetet, hogy Gyökösi Endre lejegyezte a saját osztálytársáról. Egy alacsony termetű fiatal emberről, akire egyébként még régebben ilyen kategóriákat is állítottak, hogy tudjátok, az a tesiből felmentett. Na, ő pontosan az volt, aki testnevelésből felmentett volt. És egyszer, amikor ott állt a tornatanár útjában, akkor a tornatanár azt mondta, hogy na menjél már innen, te töpörtyű. És ez a fiatal ember, amikor egyszer véget vetett az életének önkezüleg, akkor egy búcsúlevelet hagyott hátra, amit Gyökösi is megcímzettje volt, és azt írta le benne, hogy egy töpörtyű minek éljen. Mert hogy vannak ilyen tettek, vannak ilyen szavak, amelyek akár ölni is tudnak. De Isten adott nekünk orvosokat, tanácsadókat, barátokat, családtagokat, és nem az a terve, hogyha egy ilyen ér bennünket, mert én most teljesen láthatatlanul mondom azt, hogy én szerintem ennek a gyülekezetnek a közössége személyenként végignézzük, akkor nem mentes attól, hogy valamiféle bántalmazás szenvedett el az életben. Sőt, azt tudnám mondani, hogy nem is biztos, hogy valaki fel tudna úgy állni, hogy soha semmiféle bántalmazás engem nem ért. Verbálisan. Valamilyen erőszak, ami rám telepedett. Ami sokáig kísértett. Vagy bármi más, enyhébb vagy erősebb fokozata ne lett volna jelen. Én tudok a saját gyülekezetemből velem együtt felnőtt
gyerekek közül olyanról, akit nemi erőszakért, idegen részéről. De tudok olyanról is, akit családtagok bántalmaztak valahonnan máshonnan. Nem arról szól ez a mai nap, hogy mi most azt kibeszéljük, és valamiféle tabu témákat most meg lehessen nevezni, hanem arról, hogy azon gondolkodjunk, hogy vajon mi az Isten hozzáállása ezekben a helyzetekben mi hozzánk. Hogy valahol elrejtette ezt a helyreállító képességet, ami az övé. És én azt hiszem, hogy mindannyian eszközei is lehetünk egy ilyen folyamatnak, és mindannyian közelebb kerülhetünk az Istenhez, aki az igazi helyreállítója az életünknek a tönkrement részeinek. Hogy mindannyian rátekintetünk arra, hogy van Istennek terve a mi helyreállításunkra. És azt hiszem, hogy amikor itt ülünk, akkor azt is hangosan ki kell mondani, hogy az embernek szüksége van ilyen reményt hallani. Szükségünk van, hogy tudjunk róla, hogy ami megtörtént velem vagy mással, az nem olyan örök hatású, hogy soha ne lehessen abból kilábalni, bár a lelkeket ismerve azt is elmondhatnánk, hogy akár lehetne ilyen is. De hogy Istennek van egy terve, hogy ebben ne kelljen beleragadni. Ne kelljen azt a rugalmatlan helyzetet, amivel eltorzított az életünket, az ott maradnia. Mindennek, hanem meglegyen az a helyreállítás, az a rugalmasság, az a reziliencia, ami visszaállít bennünket abba a helyzetbe, amikor egy megfelelően egészséges körülménnyel és egyensúlyjal tovább tudjuk élni az életünket. Na most abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy majd felhívom a figyelmét a gyülekezeti bizottságnak is, hogy per pillanat innen nem lehet irányítani ahogy ezek a felújításoknak sok szép része volt, de ez valahol itt elveszett, hogy innen is tudjuk irányítani a kivetítőt, úgyhogy majd a fiúkat fogom segítségül hívni, akik vagy engem követnek, vagy én próbálom követni majd a diákat, de megpróbálunk együtt dolgozni. Ebbe kicsit adjatok ti is rugalmasságot mi részünkre. Mi is ez a helyreállító képesség? Érdekes dolog, hogy talán ez az, hogy reziliencia, ezt még megjegyezni is nehéz. Éppen ezért talán, amikor azt használta az egyik ilyen előadás, hogy rugalmasság, és így fordították le, akkor én arra gondoltam, hogy én meg ezt találom egy kicsit nehéznek, hadd keressek helyette egy másik szót a fejembe, hogy mire gondolok, és arra jutottam, hogy a helyreálló képesség, mert mi is a rugalmasság, hogy helyreálló képességnek a jelenléte, és utána meglepetésemre azt találtam az egyik meghatározásban, hogy mi is ez a rugalmasság, az képesség a helyreállásra. Ez szerencsétlenül változó körülményekhez való alkalmazkodásra való képesség. Mert ez a fajta rugalmasság valahol oda kell, hogy érjen a mi életünkbe is, mert mindig lesznek olyan helyzetek, események, baleset, természeti csapás, tragédia, olyan jelentős stressz hatás, ami azt szükségelteti, hogy utána valami történjen, és ne itt legyen a világnak vége. És én amikor így azon gondolkodom, hogy így esetleg egy rugót kifeszítek, és visszaérkezik a helyzetébe, akkor azon is gondolkodom, hogy vajon pontosan ugyanoda fog visszaérkezni? És talán ezt tovább lehetne vinni ezt a kérdést abban is, hogy amikor engem ért egy ilyen hatás, amit akár élethosszig tartó, nagyon kemény kihívást is okozhatna, amikor abból a Jóisten segítségével, az emberi közösség támogatásával és az önmagamról alkotott újra egészséges képbe, hogy nem azért szenvedtem, mert ugye itt van az egyik legjelentősebb és legnehezebb kihívás, hogy azt mondjuk esetleg, hogy azért vagyunk áldozatok, mert megérdemeltük. És ez egy hamis kép. Egy kisgyermek, amikor elválnak a szülei, akkor azt mondja, hogy nem voltam elég jó, azért, hogy együtt maradjanak. És most akarjuk, nem akarjuk, ilyen képek jelennek meg a fejébe. Hogy biztos én velem van a baj.
És kell, hogy érkezzen hozzá egy segítség, hogy az a kép gyógyuljon, ami őről a saját magában él. De ugyanígy nem csak a kisgyermek, én is átélhetem ugyanezeket a folyamatokat. És amikor visszaáll ez a rugó, én azt tudom mondani, hogy lehetséges, hogy még egy olyan helyzetbe is visszaállt, ami esetleg még az eredetinél is, de most azért nagyon messze elmentem, ezt is hadd mondjam el, kedvezőbb helyzetet alakít ki. De ez egy hosszú folyamat. Ez egy olyan tapasztalat, amit csak utólag jó azt mondani, hogy átéltem erősebb, de közben nem érzünk ebből semmit. Hadd mondjak el megint csak egy családi példát. Nekem a testvéremnek, az öcsémnek a felesége meghalt félidős terhesen, úgyhogy este lefeküdtek, és nem kelt fel többet. Tulajdonképpen, amikor észrevette, hogy egyet hördült, és kívta a mentőt, akkor mondhatom, hogy a kezei között történt meg. És akkor mondtak mindenféle az emberek, hogy talán ez, meg az, meg amaz, és azt mondta az öcsém, nem. Péter, ebbe az a normális, ha én beleőrülök, mondta ő. És én azt hiszem, hogy ez annak az embernek a tapasztalata, aki az élet legkeményebb kihívásain átmegy. Ebbe az lenne a normális, ha én beleőrülnék. Vajon van-e innen visszaút? Vagy azt is mondták neki, hogy biztos valamit majd megtapasztalsz, azt mondta nekem, Péter, ebbe semmilyen jó nincs. Nem is lesz. Ennek nincs olyan része, amire azt fogom mondani egyszer, hogy az jó volt. Ez lehetetlen. És van néhány olyan élettapasztalat, amelyet ilyen jelentős stressz okozott. Családon belüli erőszak, bűntény, természeti katasztrófa, tűzvész. És hadd mondjam el, hogy a héten látogattam meg Juditot, aki itt egyszer rosszul lett a gyülekezetünkben, és hadd mondjam el nektek, testvérek, hogy ő azt hitte, hogy ezzel az egész közösséget biztos megsértette, hogy most itt rosszul lett. Tehát ilyen kis kérdések is kísértik őt. Már elnézést, hogy én így kibeszélem ezt a nem titkot egyébként. Jobb, hogyha mi is tudunk róla, hogy kicsit bátorítsuk, ha egyszer újra bátorságot tesz. És azóta érte egy újabb trauma, amiben most a látással látszik fenyegetve elvesztés, tehát a látásnak elvesztése fenyeget. És én láttam azt az elkeseredett pillanatot a héten a kórházban az arcán, amit ugye hála testvéreinknek, hogy sokan látogattátok őt, és próbáltok támogatni, próbáljátok mellett állni, és erre nagyon hálásan gondol egyébként. De hogy ilyen traumák, amikor érnek bennünket, és ugye most olyanokról beszéltem, hogy fizikaiak, de lehetnek ezek ilyen lelki dolgok is. Lehetnek háború által átélt események. Valami, ami traumatizál bennünket. És tudod, ugye olyanról a pszichológia, hogy poszttraumás stressz szindróma. Tehát amikor már vége a stressznek, akkor hogy maradnak ott a jelei ennek, és hogy nem sikerül belőle a helyreállás? Mert hogy az nem normális dolog, hogy ilyen szélsőséges helyzeteken menjenek át emberek, és ilyet tapasztaljanak, amikor a világ kifordul magából. A trauma ér valakit, pszichológiai sebekkel éli tovább az életét, és ezek a sebek, sérülések hosszú ideig fizikai fájdalmat okoznak neki. És a történetünk elmond egy példát, hát ha a fiúk így megtalálják, egy két személyről, Carmenről és Markról van szó, úgyhogy talán ilyen van a diák között is. Carmen, aki egy fiatal hölgy volt, azt olvastam róla, hogyha elég, hogyha csak megérzi egy bizonyos parfümnek az illatát, egyből azt érzi, hogy a támadója, aki megtámadta őt, az újra ott liheg a nyakán. Csak az illat kell, hogy valahonnan előjöjjön. Mark gyakran ébred arra rémálmából, hogy a főnöke közvetlenül a fülébe üvölt. Ez egy másik eset, ez nem a fizikai erőszaktétel, hanem a verbális erőszak. Hogy a csoportvezetője zsarnokoskodik fölötte, aki annyi munkát követelt tőle ezbe az alulfizetett pozícióban, amit még mindig nem hagyhat itt, mert vajon mi lesz vele meg a családjával, hogy egyszerűen ez a rémálom éjszakáról éjszakára kísérti őt.
És amikor ilyen történeteket mondok, akkor én nem terveztem azt, hogy akár elmondom Juditról, vagy az öcsémről szól a történeteket, de egyszerűen jönnek. Mert veletek is van ilyen. Sajnos. Ha nem veled, akkor egy családtaggal. Ha nem azzal, akkor a szomszéddal. Olyan helyzetek, amikre talán nem is gondolunk, és nem is tudjuk, hogy honnan, hogy van innen felállás. És azt gondolom, hogy az egy nagyszerű hír a számunkra, hogy Isten mutatni akar egy helyreállítási utat, folyamatot. Hogy esetleg a lélektannak is a módszereit figyelembe vegyük, hogy legyünk érzékenyek arra is, hogy ez a lélek mit ér át, nem lehet itt töpörtyűzni, amikor már egyszer ez elhangzott neki. Egyébként itt most hadd valljak be valamit én. Én úgy emlékszem, hogy amikor gimis voltam, hiába jártam az ország elit gimnáziumainak egyikébe, rendszeres szórakozásunk volt az, hogy cikizzük egymást. És az volt a vicces dolog, hogy valakire valami cikis dolgot mondani, és akkor nevethet rajta mindenki. Jó? Talán nekem könnyebb volt, mert rólam mondtak egyet, lepergett, és én is nevetek rajtam, még szeretem is, ha viccelnek velem, mai napig is. Viccel egyet? Jó. Bírom. De ez nem mindenki van így. Ez nem mindenki van így. És rá kellett jönnöm az idők folyamán, hogy bizony, számtalan esetben én hibáztam azzal, hogy valaki mást a vicc tárgyává tettem azzal, csak egy pici valami kapcsán, hogy hadd nevessünk egy jót. Csak ennek a célnak alárendelni egy embernek a lelki világát, életét. Ez nem volt jó ötlet. Már nem tudom visszacsinálni, de úgy gondolom, hogy már nem szeretnék ilyet tenni. Nem tudom kijelenteni azt, hogy sose teszek, mert ez segítségre van szükségem, de nem szeretnék soha többet figyelmetlen lenni, tapintatlan lenni. Nem szeretnék valakinek az érzéseit nem figyelembe venni. És én azt hiszem, hogyha ezt átérzem, akkor azt is átérzem, hogy hoppá, erre valaki engem tanított. Ezt én most megtapasztaltam, mert eredetileg nem ilyen vagyok. De az Isten vezetett egy úton, hiszen ő megmutatja ezt a helyreállítási utat, amiben nekem is helyre kell állnom a rossz szokásaimból, és segíthetek másokat is felépülni abból abból a hátrányos helyzetből, ami őt érte. És akkor együtt tudjuk énekelni azt, esetleg majd záró énekünk is lehet, hogy ha élted gondja, hogyha terhel, akkor nála találsz enyhülést. Mert ő kitárt karral vár téged, és hozzámenni nekés. Bízva, hittel néz az Úrra. Szálljon hozzá hő imád, mert szívből szeret és megtart téged. Mert Jézus Krisztus hű barát. Mit érthetünk ezen a helyreállító munkán, amit az Isten készít a mi számunkra? Egyébként ez velem azt is elmondatja, és már jártam úgy, hogy valaki egy nehéz helyzetben volt, és én nem is tudom. És én jövök az ítéletemmel, meg a kategóriáimmal, hogy ezt így kell csinálni az életben, te miért nem így csinálod, és közben rájövök, hogy lehet, hogy nincs is rá képessége, nem nincsenek rá körülményei, nem tanították rá, nem, és egyáltalán egy olyan helyzetben van, amiben átél helyzeteket, de igazából nincsen képességében annak, amit én olyan követelményként előállítottam. Tessék így élni. Hogy ez a helyzet, hogy én felismerem, hogy a Biblia alakjai és tele vannak olyan sebekkel, mert mondjuk ki, hozhatom a bibliai példákat is, és még meg fog jelenni, olyan sebekkel, amelyekből abból való felállás hihetetlen kemény dolog lehet, akkor utána már nem kezdek el ítélkező lenni az ember felé, hanem megértő akarok lenni. Akkor én már nem letaposni akarom őt, és lenyomni, meg fölé kell rekedni, hanem érzékeny vagyok, és azt mondom, hogy nem tudom, mi a te történeted. De hogy megérdemled az, hogy te is a helyreállítás útján járj, még hogyha valamiben szenvedsz is, az biztos. Igen, mert nagyon sokszor talán azt mondhatjuk valakire, hogy az ő rossz döntése sodorta abba a helyzetbe őt. Miért volt ilyen meggondolatlan? Miért így élte az életét? De azt hiszem, hogy mintha ezekkel az emberekkel kapcsolatban is lenne Istennek helyreállított erő, mert nézzük meg. Jákob miért került abba a helyzetbe, hogy el kellett rohannia otthonról, hiszen mi volt az a mondat, amit utoljára hallott, hogy megölöm az öcsémet. Miért került oda? Mert végig cinkostárs volt egy olyan
cselekedetben, amiben abban gondolkodtak, hogy hogyan lehet az elsőszülöttséget elvenni, hogyan lehet ebbe ezt az előnyt megszerezni, hogy lehet azt az előnyt megszerezni, és persze biztos megvoltak a jellemhibái az ő bátyjának, de azért mégis valakinek csaló lett a neve ebben a történetben, ugye? Vagy kitúró, hogyha máshogy fogalmazok. Valakit könyökölt egész életében, gyerekkorában. Vagy amikor Dávid királynak meg kell gyászolnia a gyermek elvesztését. Vagy amikor azt kellett látnia, hogy az az erőszak, amit ő hozott ebbe a családba, az ugyanúgy tovább működik a gyerekek megoldási képletében, és ugyanaz van benne. Hát apánk is ezt mutatta. Hát ami valami van, oda kell csapni. És a gyerekek is ezt csinálják. És van, aki nem hozott rossz döntéseket, egyszerűen rosszkor volt rossz helyen, és egy dolog érte. És ha legszélsőségesebben mondom el ezt a példát, akkor azt is tudom mondani, hogy van, aki jó döntést hozott, és úgy érte rossz dolog. Hiszen Pál apostol azt mondta, hogy én leszek a te szolgád, a misszionárosod, mondta az Istennek, és elindult azon az úton, amit Isten kijelölt a számára, és mit látunk, hogy mi történt ezzel a Pállal? Hát amikor csak felsorolja, rossz hallgatni, hogy mit elmondott, hogy hajótörés, megkorbácsoltak, megköveztek, és hadd ne soroljam, hogy mi mindent felsorolott. Amiből való felállás egyszerűen, hát lehet, hogy egy pár forduló után azt mondták, hogy Uram, köszönöm, hát ezt én nem bírom tovább. Ha ez lenne az a kiválasztott út, amire hívtál, akkor én ezzel nem akarok tovább menni. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, mondta Pál ennek a szórának az alapigéjében. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. És én azt gondolom, hogy minthogyha ez a hozzáállás az olyan is lenne, hogy hát már bocsánat, ha így teszem fel ezt a kérdést, hát normális volt Pál, amikor ezt kijelentette. Hát miért nem azt mondta, hogy letiportak minket, szégyeljék magukat, majd visszacsapunk. Vagy valami bármi mást, amit egy ember ebben a helyzetben előhozhat. És azok a jelentős stresszforrások, amik ott vannak az életünkben, vajon merre felé vezetnek, és mi az Isten terve abban, ahogy már most elkezdtük ecsetelni, hogy helyreállít, vajon megérkezhet-e ez a helyreállítás mi hozzánk? Abban a bizonytalanságban, félelemben, fájdalomban, aggodalomban, depresszióban, ami körülöttünk levő világot jellemzi. Egyébként a pszichológia beszél arról, hogy vannak normatív krízisek az ember életében, és vannak akcidentális krízisek. Tehát normál életfolyásban is elkövetkeznek hozzánk krízisek, mert amikor én serdülő voltam, és azt meg kellett érnem, hogy eddig az apám hitét, értékrendjét és egyebet éltem, most akarom ezt tovább, és ki vagyok én, az is egy krízis volt. Nem csak nekik, nekik is az volt, szülőknek, de nekem is az volt. Biztos mondtam nektek, amikor Sebivel is elbeszélgettem múltkor, hogy Sebi, ahogy most beszéltél velem, az nekem fájt. De egyébként azt is hadd mondjam el, hogy egy picit az a dolgod, hogy keresd, hogy ki vagy te. Tehát nem azt jelenti, hogy most baj van veled. Hogy te kifejezted azt, ami ott belül van. De ha lehet, keressük már ennek egy jobb formát, hogy ne így fejeződjön ki. És amikor azt mondtam neki, hogy alapvetően nem baj van veled, hogy keresed, hogy ki vagy, akkor láttam rajta, hogy mert hogy neki is gondja volt. Hogy most mi van vele? Vannak ilyen normatív krízisek. Elérkeztem már az ifjúkorhoz. Hol van az a pár, aki velem együtt ott lehet az életben? Hogy lesz családunk, lakhatásunk, egyebek? Ezek normál krízisek az ember életében. Aztán utána jön az a krízis is, amit én tapasztaltam pénztárosként az egyház területnél, amikor azt mondta nekem az egyik lelkész, hogy ha én nyugdíjas leszek, hát az lesz számacsoda világ. Hát akkor aztán én mondom meg, hogy hova megyek.
akkor aztán azt vállalom, amit én szeretnék, és soha senki meg nem mondja nekem, és alig várom. És odaadtam neki a papírt, hogy akkor ez most jött el, és a szemem láttára romlott össze. Mert hogy azt hitte, hogy ez nem krízis. De az volt. És vannak ilyen normál krízisei az életnek. Amikor ő azt úgy kódolja azt az üzenetet, hogy most azt üzent az egyház, hogy nincs rám többé szükség. Mert valószínűleg így kódolta, mivel összeomlott. Annak ellenére, hogy azt mondta, hogy sose fogok. De hogy vannak akcidentális krízisek is. Ugye mit is jelent az accident, vagy gondolom románul is biztos így hangozhat. Ilyen baleseti, vagy ilyen eseti, olyan váratlan dolgok, amikről olvastunk, ilyen traumák, amiknek aztán nem kellett volna ott lennie. És ezek a krízisek is átszövik, keresztezik, és hihetetlenül bonyolultá teszik az életünket. De van egy jó Isten, aki mindezekre előre gondolt, aki szeretné, hogyha ezekből a helyzetekből ki tudna bennünket húzni. Úgy néz ki, hogy nem az volt a világrendje, hogy mindenkit mindentől megmentsen, igaz? Tehát, hogy ezektől, hogy ne érje ilyen hatás, hanem, hogy bármi is ér, hiszen az emberek rossz akarata rajtunk is csapodik, meg az enyém is máson, meg a tettem, meg a gondolatom máson is. Nem lehetett egy olyan világot feltárni, aminek sehol semmi következménye nincs. De hogy ő már ott volt az elején, és kifejtette, hogy az a célja, hogy legyen egy egyértelmű célkitűzésünk, hogy merre, hogy a megbocsátást mindenkinek el tudja adni, nekem is, meg annak is, aki ellenem vétett, hogy az önfegyelmem is gyakoroldva legyen, és legyen tovább lépésre való lehetőségem. Ezt az Isten meg akarja adni, és így jutunk el Ádám és Éva történetéhez, hiszen már egyből ezen a világon becsapott a krízis, amikor legelső pillanatban ember megjelent. És szól, és beszél vala Káin Ábellel, az ő atyafiával, és lőn, mikor a mezőn vala, támad a Káin Ábelre, az ő atyafiára, és megöli őt. Nem kellett évezredeket várni, hogy az első trauma úgy bekövetkezzen, de nem is mondanám ezt első traumának, hanem már az első családi tragédia bekövetkezzen. Mert az a rettenetes és elképzelhetetlen élmény, ami ott van a családban, az lesújt mindenkit. Mert hogy van egy fiúk, akit elvesztettek, meg van egy másik, aki most már elérdékenedik tőlük. És akkor most mi történik majd? És Isten az első emberpáron keresztül már megmutatja nekünk, hogy ő neki helyreállításra van terve a mi számunkra. És ezt az első esetet sem úgy akadályozta meg, hogy közbelép, és minden mindig helyre kerül, már hogy meg sem történik az eset, erre gondoltam, hanem megtanít bennünket arra, amit az első emberpár is megtanulhatott, hogy hittel Istenre támaszkodhatok újra. Hogy szembenézhetek azokkal a félelmekkel, amik ott vannak, és nem kell félresöpörnöm őket, hanem akár meg is nevezhetem őket, és hogy ebbe keressem az Istent, vagy embertársam, aki segít majd ezekkel a félelmekkel való szembesülésben. És hogy még akár egy elengedésem is legyen, hogy itt ezen a földön, ami van, az vannak olyan dolgok, amiket végérvényesen el kell, hogy engedjek. Mert különben egy életen átnyomorít. És amikor elengedtem, és elfogadtam, hogy megváltoztatatlan dolgok vannak körülöttem, akkor odad léphetek, hogy még akár kereshetem is értelmét. Bármint mondtam, néha az jön ki, hogy hát ebben aztán öröm nincs. De hogy tanuljak a tapasztalatokból és hibákból. Újra elmondom azt a gondolatot, amit egyszer mondtam köztetek, hogy azt mondják, hogy az ember a tapasztalataiból tanul. Hát ez még így kevés. Mert a tapasztalataiból, ha mindenki tanulna, akkor nem, valaki nem követné el 5-ször ugyanazt a hibát, meg 8-ször ugyanazt a hibát, meg 10-szer. Mert ha azt mondja egy lány, hogy én azt látom, hogy az apám alkoholista, na akkor én aztán majd tudom az életbe, hogy hogyan kell lépni, és hozzámegy valaki ez, aki vagy már akkor az, vagy majd az lesz. És akkor
új párt keres, akkor megint egy ilyen talál, akkor az bizony nem a tapasztalatokból való tanulás még, hanem ez még az a helyzet, amiben megvolt a tapasztalat, csak arra még nem reflektált, hogy mi történt. Hogy mit is csinálok én? Hogy habár azt mondtam, hogy sosem, de igazából ez az egy minta van az életemben. Ezt legalább tudom, hogy ehhez hogy kell viszonyulni. Hát maradok ebbe a biztonságos közegbe, hogy biztos rossz lesz, de legalább anyámtól láttam, hogy mit kell csinálni. Tudom, hogy kell hozzá viszonyulni. És nem merek kilépni ebből, mert sose neveztem meg ezt a félelmet. Mert sose vittem oda az Istennél, hogy mi is történik velem, és nem reflektáltam vissza rá, hogy mi is van az én életemben, hanem egyszer csak engedtem, hogy történjenek az események. És amikor azt mondom, hogy tapasztalatból tanul, azt mondom, reflektált tapasztalatból tanul. Megérteni az élet fontos tanulságát, hogy bárkivel történhetnek rossz dolgok és jó dolgok is. Tehát nem úgy történik, hogy a jó emberekkel jó dolgok történnek, a rossz emberekkel meg rosszak, hanem bárkivel történhetnek ezek a dolgok. És már is ott vagyunk annál a képnél, amit itt kinn az utca embere azt mondta, hogy jó, de akkor hol van Isten, akkor mi nem tudom összerakni a puzzle-t. Pedig most beszélünk a puzzle-nek a darabjairól. Hogy Istennek nem az az egyetlen eszköze, hogy bármit csinálunk, mindig lecsupaszítsa és következménymentesítse a dolgokat, hanem az, hogy segítsen azok között, a körülmények között kijönni, amiben vagyunk. És az Úr irányítása és vezetése az, ami Ádámnak és Évának segít, hogy megtanulják, hogy meríthetnek újra életerőt valami másból az életben, ami nem lesz ugyanaz. Egyébként itt szokott egy szörnyű gondolat elhangozni. Valahol hallottam egyszer így megbeszélés kapcsán, hogy volt Noénak 10 fia, kapott 20-at, akkor pluszba van. Most kicsit profánul mondtam el, de melyik az a szülő, aki azt mondaná, hogy hát ezt odaadom, majd kapok másik 2-t. Én még ilyen szülővel nem találkoztam. Tehát nem ugyanaz történik, de Sét bejön ebbe a családba, és megtanulja újra ez a család a reménykedést, az Istennel való közösséget, a vele való együttlakást. És alkalmazkodnak ez az új helyzethez. Megtanulják, hogy figyelhetnek a dolgok hosszú távú jelentőségére, és megértik, hogy a megígért megváltó bizony el fog jönni. Nem véletlenül hangzott el ott már az Éden kertjében, hogy majd az a fejedre tapos. Hogy ez a megígért megváltó jön. És hogy egy végső visszaállítást is hoz magával. De addig is nem az alatt, a teher alatt kell végignőnünk az életünket, ami trauma ért bennünket, hanem Isten gyógyító folyamatában részt vehetünk. Aztán beszélhetnénk Jákob történetéről, de látom, hogy óra 20 van. Nem tudom, hogy ti észrevettétek, hogy ennyire halad az idő, vagy nem. Aztán beszélhetnénk Dávidnak a tapasztalatáról, aki Absalonnal, az ő szeretett fiával kapcsolatban átélte ezeket az eseményeket. Aztán szó lehetne Naomiról, aki elveszti az ő férjét, és aki csatlakozik az ő anyósához, és azzal megy el teljesen más népnek a földjére. De Isten mindannyiunkra azt mondhatjuk el, hogy rugalmasságot mutat lélektani módszerekkel is. Nem csak azzal, hogy ment gépiesen előre, a lelkét ápolja az Isten. Hogy találjon egy olyan anyóst, aki majd bátorítja és segíti őt, aki képviseli ezt az Istent az ő számára. Tehát beszélhetnénk több bibliai alakról is, és én azt hiszem, hogy rajtuk kívül még ki mindenki felsorolható. Van itt egy gyors felsorolás nálam, pont az említett Noé, aztán Ábrahám, aztán József, Jób, Mózes. Oké, szerintem az előbb összekevertem a neveket, de nem baj. Ráhel, Rút, Anna, Eszter és Mária, vagy Keresztelő János, Péter és Pál apostoloknak az a tapasztalata, amiben Isten helyreállította őket. Isten biztosítja a helyreállításhoz szükséges és odafelé vezető utat. De az embernek szüksége van a reménységre.
Szüksége van a segítségre. Szüksége van arra, hogy ne azt tapasztalja a többiektől, hogy no, van egy ilyen út, tessék végigmenni rajta, hanem azt a végtelen empátiát, beleérző képességet és segítséget tapasztalja meg részünkről, mert nem az a feladat, hogy én itt egyszerűen csak valakinek azt mondja, hogy tessék végigmenni az úton, hanem hogy mellé álljak. Mert fájdalmakkal és igazságtalanságokkal teli világunkban nem csak tanúi vagyunk egyébként egy ilyen rossz folyamatnak, hanem elszenvedői is. És aztán Jézus megígéri, hogy ezt a fájdalmat egyszer örömre fordítja. Így mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok, mit mond? Örömre fordul. És lehet, hogy ez az üzenet talán nekem szól, vagy neked. Vagy annak a barátodnak, aki családtagodnak, rokonodnak, szomszédodnak, aki éppen ezek között a körülmények között van most. Talán elmondható, hogy milyen nehéz időket élünk, és milyen megrázó élmények, traumatizáló élmények vannak az életünkben. Talán annyira súlyos a helyzet, hogy azt mondjuk, hogy egy hivatásos szakembernek is jelen kell lennie ebben a folyamatban, aki professzionálisan ott van mellette, mint a fogorvos, hogyha egyszer fáj a fogom, akkor legyen ott, hallgassa meg. Mert hogy arra hív bennünket ez a gondolatkör is, hogy mindazt, amit Isten tudásban, és nem csak tudásban, mert ez csak egy elmélet, érzelemben, együttérzésben is biztosított nekünk, hogy ilyen képességünk legyen, az bizony egymás javára fordíthatjuk. És akkor kapaszkodhatunk abba az ígéretbe, amit a Zsoltárok könyve ír. Rám jöttek a veszedelem napján, de az Úr volt az én támaszom, és kivitt engem tágas helyre, kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. Vagy az az ige, amivel befejezhetjük a gondolatainkat, tollaival fedez be téged, és szárnai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Az Isten áldása kísérje mindannyiunkat, miközben megengedjük az Úrnak, hogy segítsen a mi mindennapi küzdelmeinkben, erősítsen a fájdalmas élethelyzeteinkben, megoldásokat kínáljon, megmutassa nekünk Krisztust, a szabadulás útját, és Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy akár mint gyülekezet is, meg mint egyén is hatékonyan tudjak támogatást nyújtani a szenvedőknek és a rászorulóknak. Hogy mindannyian járjuk, meg mutassuk is meg, hogy hogyan járhatjuk az isteni helyreállításnak az útját. Az ő kegyelméből. Amen. Amen. Köszönjük az Úrnak üzenetét és áldását. A hirdetések között volt egy felelőtlen kijelentésem, hogy nem ünnepelte senki a születésnapját, már egyet találtunk, és annak gondolkoztam azon, hogy az egész gyülekezet ünnepel ezen a napon, mert tudjuk-e, mi volt 17 évvel ezelőtt? Igen, akkor volt egy imázmi szentelése, és én magamtól jöttem rá, csak rá egy évre, pont egy évre volt a mi esküvünk,